Az Európai Unió és az Egyesült Államok közös erőfeszítést tesz, hogy megpróbálják enyhíteni a Szerbia és Koszovó közötti válságot. A nyugati delegációk Pristinában találkoztak a koszovói kormányfővel, hogy megvitassák a kapcsolatok normalizálására vonatkozó javaslatot, amelyet néhány hete terjesztettek elő. A találkozó után az Európai Unió megbízottja számolt be a megbeszélésről. El kell mondanom ezen a ponton, hogy jobb megértésre számítottunk a javaslat kínálta lehetőségeket illetően. Remélem, hogy eljutunk a teljes megértésig és a javaslatban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználásáig. Tovább fogunk dolgozni ezen. Köszönöm, hogy meghallgattak, nyilatkozta Miroslav Lajcsák. A delegációk ezután Belgrádba indultak, hogy megpróbálják elérni Szerbia megbékélését az albán többségű egykori tartományával. Koszovó északi részén nagy számú szerb közösség él, és a Pristinával való súrlódások állandók azóta, hogy a terület 2008-ban egy oldalon kikiáltotta függetlenségét, amit Belgrád továbbra sem ismer el. A feszültség az év végén tetőzött, amikor a koszovói szerbek útakadályokat emeltek, hogy tiltakozzanak egy volt rendőr letartóztatása ellen. A barikádokat a KFOR békefenntartói oldották fel.